Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Castle Storm nevű játék bemutatójánál. Ez a kis föltenem 2013-ban jött ki, Zen Studios által. Egyik pletykák szerint ez egy magyar fejlesztési játék, de az biztos, hogy magyar nyelven jött ki. Igazából egy kétdimenziós stratégiáról van szó, közepes szinten fogok most játszani. Mind több játékos, mind egy játékos, ott kampány és PvP is van. Középkori várfoglalós játék. Majd láthatjátok, már is kifektettem a lovagot. És hát a lényeg az, hogy megvédjük a várunkat, vagy pedig éppen az, hogy támadjuk le az ellenfelet. Ezt négyféleképpen lehet megtenni. Vagy különböző ostromgépek segítségével, katonasággal, varázslatokkal, vagy pedig a hősünkkel. Az előző az egy katapult volt, ami dárdákat lőtt ki, ott felülirányítom. Most hívom a katonákat, akik húsba kerülnek. Később természetesen ezek lehetnek erősebbek, többek, stb. És zászlóbefoglalástól sem úgy lehet nyerni. Ahogy ezt most láthatjátok. Közben kicsit megsorozom az ellenfelet, hogy ne kapják el az embereimet, ugyanis a feladatuk az, hogy bevigyék a zászlót ide a saját területemre. Nagyon jó pofa játékról van szó, igazából a grafika is szerintem iszonyatosan illik a hangulathoz, nagyon aranyos jó pofa. A zenék iszonyatosan jók, hogy ezt hallhatjátok, és nyertünk is. Ez a szerény úriember pedig tulajdonképpen hát a hősünk, akit ugyanúgy lehet irányítani. Amit most demonstrálni is fogok nektek. Ő Gravett úr. A játékban kétfajta nép van, az angolok és a vikingek. Szóközzel lehet védekezni a hősünkkel. Amit most igen szépen elrontottam. Balagérgomba támadás, jobb egérgombat a nyomogatva, és balagérgombat nyomogatva pedig lehet lőni. Helyet lenyomba tartod, visszateleportál az igazi helyére, egy eredeti helyére. És itt van a kis egoista barátunk. És akkor itt a másik fajta stratégia, mert elpusztítottuk ellenfelünket városra. Tulajdonképpen elpusztítjuk ezt a kaput, akkor el lehet venni a zászlót, de a játék most nem ezt kívánja meg, hanem azt, hogy pusztítsuk el a várat. Ehhez többfajta lehetőség van, robbanógránát, buzogány, vagy pedig különböző köveket is dobálhatunk az ellenfélre. Úgy azt láthatjátok. Ugye logikusan fizika törvénye szerint nem felülről, hanem alulról érdemes kezdeni a támadást, és akkor így összedől az egész. Kis olyan Angry Birds-ös középkorias kiadásba. És akkor láthatjátok, hogy a buzogánya sajnos csak a fa bútorzat ellen jó. Ellenben ezzel a gránáttal, ami elég szép várokat tud okozni. De hitérított, megöljük közben. És akkor vannak itt ijászok és lovagok. Logikusan minél tovább jutunk a küldetésbe, PvP-be is annál erősebbek leszünk, és van benne egy várszerkesztő is a játékban, amivel tulajdonképpen saját várukat is megtervezhetjük. Nagyon jó kis játékkal van egy dolga az embernek azért. És természetesen a vikingekkel is lehet küzdeni. Mindegyik népnek megvan a maga gyengéje, erőssége. És már csak ott az a jobb alsó sarokba levő szobát kell elpusztítanom, ugyanis 1 per 13 a per pillanatnyi szobája, tehát már 12-t elpusztítottunk ügyesen. Oda beküldök még egy ilyen almát. Hát nem jött össze. Na akkor majd ez. És igen.
nyertünk is. Úgyhogy nem egy nehéz játék, nagyon jó kikapcsolódás, jó pofa. Igen, nagyon jó fejlesztett flash játék. És a egoista beszólásoktól nem leszünk mentesek. És akkor minden rész után kapunk valami kis juttatást, amit fejlesztésre lehet használni. Ebben a pályában már láthatják, hogy vikingekkel küzdök. Csak éppen a... nem vicc, a kecske elrágta a katapultnak a... nem tudom... fokát, és ennek következtében hát az ostrom lehetőségek azok most kicsit visszafejlettek, úgyhogy... katonassággal kell elintézni az ellenfelet, vagy pedig a különleges képességgel, amit az előbb is láthatatok, vagy pedig Gravettel. Igazából a vikingek lassabbak, de valamennyivel erősebbek, és különleges képesség pedig az a lefejezés. És minden egyes egységet, házat, épületet, embert, mindent lehet fejleszteni végtelen szintig, ahogy azt az adott játékos szeretné. Úgyhogy nagyon jó pofán ki lett ezt találva. És nagyon-nagyon-nagyon élvezetes. És bizony azért egy 6-7 órás játék van, tehát lazán tud biztosítani. Az a jobboldali úriember az egy troll, és Gravettel gyorsabb. Nem is fogom intézni, hogy ezt mindjárt láthatjátok. Célszerű fejlődéseket adni, mert attól kicsit megremeg a per pillanatnyi barátom. És logikusan ugye a egységek feletti szám jelzi azt a adott szintet. Tulajdonképpen 6 darab egységgel is lehet intézni az ember, folyamatosan segít neki képességekkel, utánpótlást küld. De ezt mindjárt láthatjátok, hogy azért ők sem tudnak mindent, nekem hogy ennyi szinten vagyok. Ellenben az ellenfél 2-3-5-ös szintjével. És akkor egy újabb képesség trollra. Hát látható, hogy a 6-os szintű troll azért az már kibírja ezeket a támadásokat. És akkor Gravettel pedig el is lehet intézni minden egyébként probléma ellenére, vagy megerőtítés ellenére. És itt látható, hogy kaptam már képességet is, meg új egységet. Hát én most nem fogok itt épülgetni, kiválasztom azt, amit már tartalmazza ezt a hústermelőt. Ezzel tulajdonképpen gyorsabban termelődik a hús, és akkor több katonát tudok hívni, vagy gyorsabban. Alma nagyon fontos egység, nagyon erős, vagyis hát képesség, úgyhogy ezt is kiúzik. Most pedig a katonák mondták be az unalmast, úgyhogy most csak is ostromgépekre és Gravettre számíthatunk. És ezt is el kell intézni. És természetesen van ilyen hármas dárdavetőnk. A buzogány az általában egy csoport ellenfele, vagy egy nagyon erős egységen jó. És minden küldetésnél van egy másodlagos küldetés, ha azt megcsináljuk, akkor jelentős aranyat kapunk. Az a kutya még nem akar meghalni. És szerintem még most se halt meg. Na, 3 tovább csak megfog. És látod, hogy ő is fejleszti folyton az embereit. Tehát azért nincs ez így elhanyagolva. Ja igen, és ami a talán a legfontosabb, hogy ellenben a átlagos, hát nem tudom ez milyen játék, de mondjuk stratégiának, stratégiákkal szemben, ez már csak az is baromi jó, mert
itt nem úgy próbál nyerni az ellenfél, ha nehezebb szinten állítjuk, hogy csal, hanem tényleg logikusabban gondolkozik. Vagy mondjuk bevet olyan egységeket is, amiket könnyű szinten nem vetne be. Tehát itt látható majd ez a felvértezett viking, aki tényleg nem egy gyenge kategóriás, és legyőzhető. Nézzétek meg, sokkal lassabban, gyenge pontja, ráküldtök egy bombát, megremeg, tehát vannak gyengeségei, jön a troll, tehát el lehet intézni, nem csal, nem az, hogy sokkal több egységet kap, meg ilyenek, nem. Teljesen valósághű. Vagyis hát inkább rendes. A valósághűség ez nem biztos, hogy igaz. Egy troll a hátám. De természetesen nem kell aggódni, nekünk is lesznek ilyen egységeink. Csak nekünk, hogy megengedjük a spoilert, ilyen kőgólemek. Ami azért nem egy gyenge egység. Így írtak el nekem. És hát tulajdonképpen ez a pálya is ennyi lesz. Ez még a játék eleje természetesen. Most láthatok az egy kill kombó, tehát ha a bizonyos egységet megöltök, akkor kaptok egy pár másodpercig ilyen jutalmat. És ezzel nagyon jó kis pénzeket lehet összeszedni. Amit utána megint fejlesztés lehet költeni. Úgyhogy az is egy ilyen fejlesz, játsz típusú játék. Nagyon jó hangulattal. Jó pofa grafikával, nagyon kedves karakterekkel. Ennek reményében kívánok jó játékot, akiknek megtetszett. Kemény 450 MB a játék amúgy. Úgyhogy jó játékot kívánok, 8 voltam. Szevasztok!